Saying I love you ain't always easy to do. But I know these words and what they can lead you to. A state of mind where rage and anger will fade. Life's meant to be easy, follow the easiest way. Saying thank you when all you wanna do is cry. It's about giving permission and take one step aside. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mi már akkor most így megismerkedtünk, ugye? Mindenki tudja, hogy kik vagyunk, ugye? Persze, sok mosolygós arc, ez sugallja. Mindössze annyit szeretnék megnyitásképpen mondani nektek, hogy nem akarom húzni az időt, mert sokkal fontosabb dolgunk van annál, mint amit én most mondani akarok. A legfontosabb egy mondatban szeretném összefoglalni, ami számomra a Ho'oponopono és mindaz, amit most csinálok. Welcome everyone. I'm very happy to see you all here tonight. I'm not going to talk for a long time. I'll be very brief because I think we have a lot of much more important things to do and hear about. But I would like to summarize just in one sentence what Ho'oponopono means to me. Előtte azért még egy kicsit beszélek. Mindössze annyit, hogy nem elég, hogy megtaláljuk a Ho'oponoponót, nem elég, hogy elkezdjük érezni, hogy működik, és nem elég hátradőlni és mantrázni. But before that one sentence in a nutshell, let me just tell you that I believe it's not enough for us to just find Ho'oponopono and to realize that it's actually working and then just lean back and just say the mantra, keep saying it. A legfontosabb számomra, amit megtanultam, és örök életre szól, soha nem adom fel. But what's really important and what I've learned through Ho'oponopono and what will forever stay with me is that I will never ever give up. És átadom neki a szót, hogy nyissa meg ezt a mai alkalmat, és hagyjuk már be a kacot, a mi angyalunkat, hogy sütkérezzen a szeretetben pár percig. Tapsoljuk meg! How are you? Hogy vagytok? I get emotional because I'm still even today I still amazed at how this works. Egy kicsit elérzékenyültem, mert még a mai napig mindig újra és újra megérint, hogy mennyire hihetetlenül működik ez a módszer. I tell people, you know, I didn't live such a profitable career of being an accountant to do this for nothing. És mindig elmondom az embereknek, hogy nyilvánvalóan nem csak úgy bármiért hagytam ott azt a nagyon és jól fizető állást, amit ezelőtt a módszer előtt csináltam. Biztosan sokan tudjátok, hogy könyvelő voltam. I know that I talk about things that doesn't make sense. Tudom, hogy lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy olyan dolgokról beszélek, amiknek semmi értelme. But they really work. De mégis működnek. So, many years ago, my teacher, Dr. Hugh Len, told me, I don't know what other trainings teach you, but this is all you need. Szóval sok-sok éve a mesterem, Dr. Hugh Len, elmondta, hogy nem tudom, hogy a többi tréningen, képzésen mit tanítottak neked, de azt biztosan tudom, hogy ennél többre nincs szükséged. Because I, you know, in the beginning I started working with him, but I was still taking other seminars too. Hiszen a kezdetekkor ugyan elkezdtem már vele dolgozni, de azért még eljárogattam más szemináriumokra is. So today I'm very humbly here in front of you to tell you this is all you need. Úgyhogy én is ezt az
az üzenetet szeretném nagyon alázatosan elmondani nektek, hogy mindössze, tehát ez minden, amire szükségetek van. And it's easy. És ez rendkívül egyszerű. And it works for everybody. És mindenki számára működik. It's not for everybody. De nem mindenkinek való. How many of you like to suffer? Tegye fel a kezét, aki szeret szenvedni. Come on, közületek. Be honest. Legyetek őszinték. Thank you. One honest person. Egy. Ott van egy őszinte ember. How many of you like drama? Ki az, aki szeret drámát? Like to tell stories, you know, call your friends. Aki szeret fölhívni a barátait. How many of you enjoy telling a telephone? It's always somebody else's fault. Ki az, aki szeret másokat hibáztatni, mindig minden valaki más hibájából történik. You know, if we don't realize that we are addicted to that, that that is really an addiction, we will never change it. Nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy ezeknek a dolgoknak a rabjai vagyunk, hogy függünk ezektől, hogy szükségesek számunkra, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor sohasem fogunk tudni megváltozni. If we are not willing to do this, we are gonna lose friendships. És hogyha nem vagyunk készek arra, és nem vagyunk hajlandóak arra, hogy ezt felismerjük és változtassunk, akkor akár barátokat is elveszíthetünk. And we are gonna keep creating hatred and wars. És tovább folytatjuk az utálat és a háborúk születését. So can you imagine we can create peace in our lives and that will show up in our families, our communities, in the world. Viszont, hogyha nem így teszünk, akkor ezt a szeretetet saját magunkban létre tudjuk hozni, és ezáltal szeretetet tudunk hozni a családunk, a közösségünk és az egész világ életébe. And it could be easy. És ez rendkívül egyszerű lehet. We don't have to suffer. És akkor tényleg nem kell többé szenvednünk. We could even have a good time. Sőt, akár élvezhetjük is az életet. But we have to let go of the addiction of blaming and complaining. You know, and we need to start taking responsibility. De ehhez az első nagyon fontos lépés, hogy ezt a függőséget, hogy folyamatosan panaszkodnunk kell, és másokat hibáztatunk, ezt fel kell adnunk, és 100%-os felelősséget kell vállalnunk. So I want to be very clear. Responsibility sets you free. De hogy már az elején tisztázzuk a kérdést, a 100%-os felelősségvállalás mindenkinek szabadságot fog hozni az életében. Responsibility is a great feeling. És a felelősségvállalás hihetetlenül jó érzés. It really puts you in control. Hiszen ebből átveszük az irányítást. Guilt is the opposite. De ezt nem szabad összekeverni a bűntudattal, mert ez ennek pontosan az ellenkezője. So I'm not here to tell you are guilty. Nem azt próbálom elmondani nektek, hogy bűntudatot kellene érezni, éreznetek valami miatt, hanem teljesen más. Responsibility will set you free. Mert a felelősségvállalás az, ami mindannyiótokat szabaddá tesz. So what she did is she took responsibility. És ahogy Anikótól is hallottunk, ő is tulajdonképpen ennyit tett, felelősséget vállalt. It's like, well, for whatever is in me, I let go. És azt mondta, hogy ami bennem létrehozta a helyzetet, azért felelősséget vállalok és elengedem. And then she didn't even have kind of, she didn't do anything. És talán még azt is mondhatjuk, hogy innentől kezdve pedig már nem is kellett semmit tennie, és nem is tett semmit. And then the other person did something. És mégis a másik személy, aki ebben a képletben szerepelt, ő az, aki megtett valamit. So when you change, people change. Tehát, hogyha ti megváltoztok, akkor a körülöttetek levők is megváltoznak. So if you are waiting for your neighbor to change, you have a long way. Úgyhogy, ha csak vártok és vártok, hogy a szomszédotok majd megváltozzon, akkor elég hosszú várakozásra kell berendezkednetek. That's why it's easier to take responsibility. Ezért sokkal egyszerűbb, hogyha felelősséget vállaltok. And you are not really the one doing the work. És tulajdonképpen nem is ti vagytok azok, akik majd a munkát el kell végezzétek. Your job is to let go. Mert mindössze annyit kell tennetek, hogy elengedtek mindent. It is completely the opposite of what you've been doing. És tudom, hogy ez teljesen ellentmond annak, és teljesen az ellentétje annak, amit idáig csináltatok. And letting go of addiction is not easy, but it can be done. És egy függőséget megszakítani
nem könnyű, ezt is tudom, de megoldható, meg lehet csinálni. Especially if you are tired of suffering. Különösen, hogyha már belefáradtatok a szenvedésbe. If you want to be happy. És szeretnétek boldogok lenni. If you want to be happy for your kids. És hogyha szeretnétek boldogok lenni a gyerekeitek érdekében. See, because they observe you, they don't listen. Hiszen ők nem, tulajdonképpen nem arra figyelnek, amit mondotok, hanem azt nézik, ahogy éltek. So maybe you don't do it for yourself, but you love your kids so much that you're willing to change so that they can be happy. Úgyhogy ha magatokért nem is tennétek meg, de annyira, lehet, hogy annyira szeretitek a gyermekeiteket, hogy az ő érdekükben majd szeretnétek megváltozni és boldogok lenni. Because only when you are happy, then your kids are happy. Mert ők csak akkor lehetnek boldogok, hogyha ti azok vagytok. Though it is not about putting them first and say, oh, when they will be okay, then I'll be okay. It's exactly the opposite. Tehát nem az a helyes módszer, hogy azt mondjuk, hogy mindenben a gyerekek az elsők, és majd, ha ők boldogok lesznek, akkor én is boldog leszek, hanem pontosan fordítva működik ez. So, 100% responsibility, very important. Tehát nagyon fontos a 100%-os felelősségvállalás. So, in Ho'oponopono, when we say I'm sorry, we come as little kids. Tehát amikor a Ho'oponoponóban azt mondjuk, hogy sajnálom, akkor tulajdonképpen kis gyerekként állunk magunk előtt. I'm taking responsibility for a program that is playing in my subconscious mind, that I don't have any clue what that is. És azt mondjuk, hogy felelősséget vállalunk a tudatalattinkban folyton futó programra, amiről tulajdonképpen fogalmunk sincs, hogy miért van ott és hogy került oda. But I'm willing to say, okay, whatever it is, I'm sorry. De azt mondjuk, hogy sajnálom, és mindegy, hogy miért is van, és mi működteti, akkor is felelősséget vállalok érte. You don't actually need to know. You don't need to know what is the program that is playing. És nem is kell tudnunk egész pontosan, hogy mi is az a program, és miről szól. You just need to know it is something inside of you playing and attracting that. Elég, hogyha csak annyit tudunk, hogy ez bennünk működik, bennünk működteti valami ezt a programot, és ezért felelősséget vállal. So I'm sorry for whatever is in me that is playing, and I let go. Tehát azt mondjuk, hogy sajnálom azt, ami működteti bennem ezt a programot, ami bevonzotta ezt a helyzetet, és innentől elengedjük. That's our part. És mindössze ennyi a mi szerepünk a dologban. Letting go. El kell engednünk. And the way we do it, it could be a simple köszönöm. És ez lehet egy egyszerű köszönöm. Simple thank you. Yes, that does it. Egy egyszerű köszönöm mindössze. Megoldhatja ezt. Okay. Because what I'm doing is like a thank you, köszönöm, is like a passcode. I don't need to say, okay, I'm taking responsibility, I'm sorry for whatever is in me. I can like, köszönöm. Nem kell folyamatosan elmondanunk, hogy sajnálom, 100%-osan felelősséget vállalok azért, ami azért a programért, ami működteti ezt bennem. Elég, hogyha csak annyit mondunk, hogy köszönöm, 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 és ez tulajdonképpen egy jelszóként mindazt helyettesíti, amit ilyenkor gondolok. So what are we doing when we are saying köszönöm? De mi is történik tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy köszönöm? So I'm letting go and allowing a part of me to erase. Egyszerűen elengedünk, és lehetőséget adunk azon belső részünknek, ami mindent jobban tud, hogy töröljön. If we want our life to change, we need to erase all programming. Hiszen, hogyha azt akarjuk elérni, hogy megváltozzon az életünk, akkor valamennyi korábbi programozást ki kell törölnünk. So Einstein said, you cannot use the same part that created the problem to solve it. Hiszen Einstein is megmondta, hogy nem lehet avval a résszel megoldani a problémát, amely létrehozta a problémát. So the worst thing you can do when you have a problem is think about it. Úgyhogy tulajdonképpen a legrosszabb, amit tehetünk, amikor szembesülünk egy problémával, az, hogy elkezdünk rajta agyalni. Okay? So you are going in circles. Hiszen akkor csak körbe-körbe ugyanazokat a lépéseket ismételjük. So when I let go, I allow another part of me that has all the solutions, very good solutions to my problem. És amikor elengedjük ezt, akkor az történik, hogy annak a részünknek, ami egyébként is mindent tud, és minden problémára tudja a legjobb megoldásokat, átadjuk ezt. It's a very creative part of us. És higgyetek el, ez egy nagyon kreatív részünk.
And it's a part of us that can see the whole picture, has much more information. És sokkal több információval rendelkezik nálunk, és az egész dolgot egységében látja. He knows what's possible. És tudja, hogy mi minden lehetséges. He knows who we are. És tudja, hogy kik vagyunk. Yeah? He doesn't see us as little, poor thing, victims. És nem úgy tekint ránk, nem úgy lát bennünket, mint kis, szerencsétlen áldozatok. Okay, so when I'm doing this, I am allowing this part to take control. Tehát amikor ezt a módszert alkalmazom, akkor ennek a minden sokkal többet tudó részemnek adom át az irányító szerepet. I'm asking for help. I need to ask for the help, otherwise the help cannot come. És a segítségét kérem, és nagyon fontos, hiszen ha nem kérek segítséget, akkor a segítség nem is tud eljutni hozzám. Okay, we have free choice. Hiszen mindenkinek szabad választása van. And we are choosing all the time, but most of the time at the subconscious level, so that we don't know we are choosing. És folyamatosan döntéseket és választásokat hozunk meg, csak a leggyakrabban ez tudat alatt történik, úgyhogy nem is vagyunk tisztában vele, hogy megint egy választást hoztunk meg. And I'm also giving permission for the help to come again because of my free choice. És mint egy szabad választásunk van, ezért lehetőséget és engedélyt kell adnunk a segítségnek, hogy ez eljuthasson hozzá. So Einstein also said, insanity is keep doing the same, expecting different results. Einstein ugye azt is elmondta, hogy annál őrültebb dolog nincs is, mint hogy ugyanazt a dolgot csináljuk, és mégis eltérő eredményt várunk. Would you agree we are all very insane people? Egyetértetek, hogyha azt mondom, hogy mindannyian egy kicsit őrültek vagyunk? Yes. We've been told for by many what works, and we still don't listen. Hiszen olyan sokan elmondták már nekünk, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és mégsem hallottuk rá. How many years ago we were told, do not resist, what you resist, persist. Hiszen hányszor hallottuk már, és milyen régen, hogy ne álljunk ellen a dolgoknak, hiszen aminek ellenállunk, az fennmarad. Blaming, complaining, reacting to problems is resisting. És amikor panaszkodunk, amikor másokat hibáztatunk, amikor mindenre azonnal reagálunk, akkor pontosan ezt tesszük. So, we have many ways of doing this letting go. Számos módja van a dolgok elengedésének. Like, köszönöm, I love you, basic, and you will see results. De a köszönöm, az már önmagában egy csodálatos alapmódszer, aminek hihetetlen eredményei vannak. So, Ho'oponopono became famous because Joe Vitale put it in a blender and said, Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ugye sokan tudjátok, hogy a Ho'oponopono úgy vált híressé, hogy Joe Vitale tulajdonképpen egy turmix gépbe beletette az alapfalokat, és azt mondta, hogy a Ho'oponopono arról szól, hogy szeretlek, köszönöm, sajnálom, kérlek, bocsáss meg. What it works. Many of you are here because the blending. De mégiscsak működik, amit ő csinált, hiszen nagyon sokan azért találtatok rá, és azért vagytok itt, mert működik. Működött ez a turmix módszer. Because that probably came by his own inspiration, and it works. És valószínűleg azért működött, mert a saját inspirációjából merített, és ezért lehetett ez működőképpen. You can even get your own tools of how letting go. És ti magatok is inspiráció útján megkaphatjátok azokat az eszközöket, amik nektek segítenek majd az elengedésben. When you have a problem, instead of asking how come, why me? Ha például szembesültök egy problémával, akkor ahelyett, hogy azt kérdezgetnétek folyamatosan, hogy miért történt és miért velem történt ez. You can ask, how do I erase? Inkább azt kérdezzétek meg, hogy hogy tudom ezt törölni. And you might get your own tool. És lehet, hogy megérkezik hozzátok a saját eszközötök. Okay, so Ho'oponopono is 100% responsibility. I'm sorry, please forgive me for whatever is in me that this is happening or that I'm creating this. Tehát a Ho'oponopono 100%-os felelősségvállalás és annak kinyilatkoztatása, hogy sajnálom azt, ami bennem létrehozta ezt a problémát, és ami bennem folyamatosan játszódik az ügyben, hogy ez fenn is maradjon. Okay.
And kosanam is simply the passcode. You don't have to repeat all that. You can just say kosanam, kosanam, kosanam. De nem kell ezt folyamatosan ismételgetni, mint megmondtam, hanem elég, hogyha csak annyit mondunk, hogy köszönöm, 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 és ez jelszóként működik mindenre. And I'm here to tell you, it works. It could be this easy. És azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, hogy ez valóban működik, és ilyen egyszerű tud lenni a Ho'oponopono. Now, it has another component. Azonban van egy másik nagyon fontos komponense ennek. Trusting. A bizalom. I can teach you how to do the letting go. Hiszen én meg tudom nektek tanítani, hogy hogyan engedjétek el a dolgokat. But now you have to decide to trust. De nektek kell meghozni a döntést, hogy bízzatok ebben. But when you decide to trust, you will see miracles. De hogyha ez a döntés megszületik bennetek, akkor csodákat fogtok megtapasztalni. It's a very important ingredient to see the results. Azonban ez a bizalom rendkívül fontos összetevője annak, hogy valóban valós eredményeket lássatok. See, the intellect will tell you a lot of stories. Hiszen az intellektusotok folyamatosan beszélni fog hozzátok, ki nem fogyhat a történetekből. But you have to know here. De itt belül tudnatok kell. You have to know that when you say thank you, something happens, that the universe will get to work for you. Tudnatok kell, hogy amikor azt mondjátok, hogy köszönöm, akkor valóban történik valami, és az univerzum azonnal működésbe lép a ti érdeketekben. That you are not alone. You have to remember you are not alone. Tehát nem szabad, hogy elfelejtsétek, hogy nem vagytok egyedül. But you have to ask for the help, otherwise the help cannot come. De fontos, hogy tudjatok segítséget kérni, mert ha nem kéritek, akkor nem tud eljutni hozzátok. You have to be patient. És fontos a türelem is. Sometimes you will not see the results immediately or in the way that you expected. Hiszen előfordulhat, hogy nem azonnal fogjátok megtapasztalni az eredményeket, vagy nem pontosan az fog történni, amit kértetek. But if you trust, de hogyha van bennetek bizalom, you will see it. Akkor látni fogjátok az eredményeket. And trusting is a decision. És a bizalom az csak döntés kérdése. So you start practicing, you've been practicing the opposite. Ezt is el kell kezdeni gyakorolni, hiszen mindez idáig pontosan az ellenkezőjét tettük. But it's a decision. Today, tonight, you can decide. I'm gonna trust. So you have a big problem, but you say, you know what, I'm gonna let go, and I'm gonna trust. De ma este akár meghozhatjátok azt a döntést, hogy bízni fogtok ebben, hogy van egy hatalmas problémátok, de bízni fogtok abban, hogyha el tudjátok engedni, akkor minden rendben lesz. And then you're gonna write me an email, okay? És akkor utána várom majd az e-maileket, amiben beszámoltok hasonlóan szép történetekről. So I'm gonna tell you a personal story. És én is egy személyes történetet szeretnék most megosztani veletek. So, I don't know, 6 years ago, my situation changed. Hát körülbelül 6 éve megváltozott a helyzetem. Immediately my intellect told me, you will have to go back to preparing taxes. És azonnal az elmém természetesen elkezdett nekem mindenfélét sugalni, hogy hát az lesz a vége, hogy újra adó bevallásokat kell majd kitöltögetnem. You will have to fire your employees. You will not be able to afford it. És hogy ki kell majd rúgnom az alkalmazottaimat, hiszen nem fogom tudni eltartani őket, nem tudom majd ezt megengedni magamnak. Was I nervous? Ideges voltam? Was I worried? Aggódtam? Yeah, sure. I'm persze. Normal. Persze, hát én is normális ember vagyok. But I made a decision. De meghoztam egy döntést. And I said, God, you know what I'm here to do, you know how much I need, when I need it. I don't think I can afford to fire anybody. I said, I'm not gonna worry. És azt mondtam, hogy Istenem, nagyon jól tudod, hogy mi a küldetésem, mit teszek itt a világon, mennyire van szükségem, mikor van rá szükségem, és hogy nem igazán szeretnék, és nem is engedhetem meg magamnak, hogy kirúgjak alkalmazottakat. So the most important is to stay conscious. És azt mondtam, hogy to be able to even observe yourself.
Azt mondtam, hogy tudod, hogy mit kell tennem, és azt gondolom, hogy ez a nagyon fontos, hogy tudatosak tudjunk maradni, és kívülről meg tudjuk figyelni magunkat. So the fear and the anxiety maybe was still there. Persze lehet, hogy némi félelem és aggodalom azért még volt bennem, vagy lesz bennetek. But I was conscious enough that I wouldn't allow it to control me. De annyira mindenképpen tudatos maradtam, hogy nem engedtem, hogy ez a félelem, vagy ez az aggodalom irányítson engem. And we cannot do this, because we are more than our fears. És mindannyian képesek vagytok, vagyunk erre, hiszen többek vagyunk, mint a félelmeink. Okay, so every time I noticed this was boiling, you know, like the fear, the anxiety, wanted to take me places, tell me stories. Hát minden egyes alkalommal, amikor éreztem, hogy elkezd bennem megint felbugyogni ez a félelem, ez az aggodalom, és mindenféle történeteket mesél nekem, hogy mi minden történhet majd. I would look up and say, I'm not gonna worry. I'm not gonna worry. Fölnéztem, és csak annyit mondtam, hogy nem fogok aggódni. I didn't have to fire anybody. I didn't go back to preparing taxes. És nem kellett kirúgnom senkit, és nem kellett újra elkezdenem adóbevallásokkal foglalkozni. I was able to hire more people. Sőt, azóta több alkalmazottam lett. Never had problem that I couldn't pay something that I needed to pay. És egyszer sem fordult elő, hogy nem tudtam kifizetni valamit, amit ki kellett fizetnem. And the money did not come from places I could have visualized, plan or anything like that. De az ehhez szükséges források nem olyan helyekről érkeztek, amit el tudtam volna tervezni, vagy amit korábban akár el tudtam volna képzelni. I'll give you some examples. Mondok erre néhány példát. So somebody would send me an email to buy my books in another language, to buy the copyrights. Például kaptam e-mailt, amiben az egyes könyveimnek a szerzői jogait akarta valaki megvenni, hogy ugye egy idegen nyelven megjelenhessenek a könyvek. So the email comes, the contract comes, the wire, the money comes. I don't even know these people. Tehát megkaptam az e-mailt, aztán megszületett a szerződés, és aztán megérkezett az ezért járó szerzői jogdíj olyan emberektől, akiket nem is ismertem. An organizer contacts me via email. They want to invite me to a country. We sign a contract. I get an advance. I don't meet these people till I go to the country. Vagy kaptam egy szervezőtől egy e-mailt, amiben elhívtak egy szeminárium megtartására. Megkaptam az ezért járó előleget olyan emberektől, akiket nem is ismertem, és csak akkor találkoztam velük, amikor végre ugye elutaztam megtartani a szemináriumot. Even for I could be very smart, I cannot do those things. És bármilyen okos vagy bölcs vagyok, ezt én magam egyedül nem tudnám mind megszervezni. But if you allow the universe. De ha átadjuk az irányítást az univerzumnak. And a cosmos allows the universe. És mindezt ehhez annyit kell tennünk, hogy köszönöm, és már is mindent átadtunk az univerzumnak. I'm telling you, when this change started, 2 days later, I got a letter from my bank, the mortgage company, that what I had to pay for my house went down half. És például ezt is kihinni el, amikor ezek a változások megkezdődtek, amikről most beszéltem, akkor a bankomtól kaptam egy levelet 2 nappal később, hogy a jelzálog hitelem felére csökkent. My kids are in that business, they said they never heard anything like it. A gyermekeim ezen a területen dolgoznak egyébként, és azt mondták, hogy még életükben nem hallottak ilyet. I'm telling you, and you have money problems that you are thinking about? És ezért mondom, hogyha anyagi problémáitok vannak, és csak agyaltok rajta, akkor nem az a megoldás. Or you are worrying? Vagy hogy aggódtok. You have to let go. Akkor el kell engedni ezeket. And you have to trust. És bízni kell. So we have many ways of doing it. Ezt nagyon sokféleképpen tehetjük. And the trick is how to do it 24 hours a day, because this has to be done 24 hours a day. És tulajdonképpen a titok nyitja az, hogy hogyan lehet ezt a nap 24 órájába csinálni, mert nagyon fontos, hogy a nap 24 órájában végezzük. Like the breathing. Csak úgy, mint ahogy lélegzünk folyamatosan. But you know how you do not think about breathing?
De persze mindannyian tudjuk, hogy nem kell arra gondolnunk, hogy levegőt vegyünk, anélkül is megy. Thank God, otherwise we would be dead by now. Szerencsére, mert különben már mind halottak lennénk. So, you don't think about breathing or, you know, pumping your heart. Yeah, that you are in automatic. Úgyhogy tudjuk, hogy nem kell arra gondolnunk, hogy levegőt vegyünk, vagy hogy hogyan ver a szívünk, ez mind automatikusan működik. The same part that does all that for you in automatic can do the kosanam for you in automatic. És az a részletek, amely automatikusan üzemeltet bennetek, tehát levegőt vetett veletek, és működteti a szíveteket, ugyanúgy tudja ezt is automatikussá tenni. Isn't it great news? Ugye, hogy milyen csodálatos? So we come to trainings and we come back to trainings. We have some people here coming back. Yeah, we come back to listen and re-listen to this information. És pontosan arra jó, erre jó ezek a szemináriumok, ezért járunk ezekre a szemináriumokra. Sokan vannak, akik már voltak, és újra eljönnek, hogy meghallgassák, és aztán újra meghallgassák ezt az információt. There are no other secrets. It's listen and re-listening so that our subconscious mind can be reprogrammed. Tehát mindössze ez a titok nyitja. Újra és újra meg kell hallgatni, el kell mélyedni ebbe az információba, hogy a tudatalattink mindent újra tudjon programozni. So that we can let go in automatic. Hogy automatikusan tudjuk az elengedés művészetét végezni. And we all do the best we can. És mindannyian természetesen a legjobb tudásunk szerint végezzük. Because we are normal. Hiszen mi normálisak vagyunk. So sometimes we still engage, you know, and we still blame and complain. We do the best we can. Úgyhogy persze mindannyiunkkal előfordul, hogy még időnként reagálunk a problémákra, dühösek leszünk, de mindenképpen a tőlünk telhető legjobban próbáljuk ezt elengedni. Questions. Van egy kérdés? How can I make this a little bit more clear? Valami avval kapcsolatos kérdés, hogy hogyan tisztázhatnék néhány dolgot, amit nem értettetek. There is not enough information to make it clear for an intellect, but that we can make it a little bit more clear. Akkor az elme számára nem tudok semmi olyan információt mondani, amit az elme meg tud érteni, de ha másra figyeltek, akkor biztosan. Okay. Well, again, some people have to keep suffering. Hát erre megint csak azt tudom mondani, hogy valakinek egyszerűen, valaki nem tudja elengedni a szenvedést. But I will respond. De azért válaszolok erre. Okay, so, everything comes back in life. Minden valahogy visszatér hozzánk az életbe. The word Ho'oponopono means how to correct an error. Maga a Ho'oponopono kifejezés azt jelenti, hogy hibát kijavítani. Most of the errors that we are correcting today are not from this lifetime. Azok a hibák, vagy a hibáknak a többsége, amiket most ebben az életben javítgatunk, azok nem ebben az életben gyűltek össze. So yes, you're gonna go through things. Most igen, vannak olyan dolgok, amelyeken át kell esnünk. Because that's what you came to do. Hiszen pontosan ezért vagyunk itt. But if you are willing to let go and work with the universe, it could be lighter. De hogyha megengeded magadnak, hogy el tud engedni a dolgokat, akkor ezek a szenvedések és ezek a problémák sokkal könnyebbek lehetnek, gondolékenyebbek. And you don't have to suffer. És akkor nem kell szenvedni. But you will go through things. I go through things. De ettől függetlenül bizonyos dolgok meg kell, hogy történjenek velünk. Velem is megtörténnek dolgok. But I go through things more, and I do my best to observe without reacting, because the problem is not the problem, it's our reaction to the problem that is the problem. Tehát velem is történnek dolgok, velem is megesnek problémák, azonban mindig megpróbálom kívülről figyelni a problémákat, hiszen a probléma igazából nem az, hogy problémák jelentkeznek, hanem az, hogy ezekre reagálunk folyamatosan. But I want you to be conscious that if your belief is that, hey, you have to go through, the universe will keep showing you your beliefs. De azért biztos, hogyha a te hitrendszered gondolataid szerint bizonyos dolgokat végig kell csinálnod, és ebből nincs kiút, akkor az univerzum bizony ezt fogja folyamatosan elé tenni. Because you have free choice.
hiszen mindannyiunknak szabad választása. Your belief is that you are here to go through things. The universe will give you opportunities to go through things. És hogyha úgy gondolod, hogy azért vagy itt, hogy folyamatosan ilyen dolgok történjenek veled, akkor az univerzum ennek a lehetőségét fogja folyamatosan elíteni. You have free choice. Yes, so you can choose. Mert hogy neked is szabad választásod van, hogy választhatsz. Okay, so I was in Los Angeles. I went to listen to Bruce Lipton. Los Angelesben meghallgattam Bruce Liptont. Scientist. Aki igen, tudós. The biology of belief. A hit biológiájáról beszél. He says Matrix is a documentary, it's not science fiction. És azt mondja, hogy a Matrix az egy dokumentumfilm, nem pedig sci-fi. Okay. And basically he talks about the same thing, you know, he's changing the programming because we decided that, oh, my parents had it, so I would have it. Who said? You change your belief, you change everything. És ő is azt mondja, hogy mindent újra kell programoznunk, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ha a szüleim is ebben kellett megbírkozzanak, akkor nekem is ezzel kell, és közben azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy ezt ki mondta, hogyha megváltoztatjuk a hitrendszerünket, akkor mindent megváltoztatunk. So he says that we are the rovers, like the one NASA sends to Mars, or, yeah? És azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint az űrhajók, amiket ugye NASA is fölküld a Marsra. Yeah. So when the rover, you know, goes down, they send another rover. No problem. És hogyha az egyik küldetés nem sikerül, akkor küldenek egy másikat. We are taking things too seriously. Mi emberek azonban hajlamosak vagyunk túl komolyan venni a dolgokat. So I know you might not believe Mabel Katz, but you believe Google. Tudom, hogy nem mindenki feltétlenül hisz Mabel Katznak, de biztosan mindannyian hisznek a Google-nek. So, one thing I'm gonna ask you is, you cannot keep asleep anymore. You have to wake up. You have to realize who you are. Most ugye mindannyiuktól csak azt kérném, hogy ne aludjatok tovább, hanem ébredjetek fel, és gyertek rá arra, hogy kik is vagytok valójában. So, go to Google, pull past life and science. Úgyhogy nyissátok meg a Google-t, és keressetek rá arra, hogy elmúlt életek, múltbéli életek és tudomány. Plenty of proof. És ott van rengeteg bizonyítéka annak, amit én elmondtam. Whatever you are going through in your life is perfect. És számos bizonyítéka van annak, hogy mindegy, hogy mi is történik veletek most az életetekben, az úgy tökéletes. Because that's the experience you chose. Hiszen ezt a megtapasztalást ti választottátok. For this short life that feels long, but it's not. Arra a rövid létezésre, életre, ami néha nagyon hosszúnak tűnik, de igazából rendkívül rövid. The bad people in your life, your enemies. Azok a úgynevezett rossz emberek, vagy ellenségek, akik az életetekben felbukkannak. Are your best friends. A legjobb barátaitok igazából. The ones that really love you. Ők azok, akik igazán szeretnek benneteket. Because there was the one that raised their hand and said, okay, I'll play that for you. I'll do that for you. Hiszen ők azok, akik azt mondják, hogy én megteszem azt, amire szükséged van. I know that this is, for some of you, is too much. Lehet, hogy vannak köztetek olyanok, akiknek ez hirtelen túl sok. But you know the tragedy of everything that is happening in the world right now? De tudjátok, hogy mi is az igazi tragédia mindabban, ami most a világban zajlik? It's not what is happening. Ez nem az, ami valójában zajlik. The tragedy is that we are all asleep. Az igazi tragédia az, hogy mindeközben mi mind alszunk. That we don't take responsibility. És nem vállalunk felelősséget. That we think it's out there. És azt gondoljuk, hogy minden rajtunk kívülálló okokból történik. That we are not willing to look inside. És nem vagyunk hajlandóak magunkba pillantani. Realize how powerful we are and how we can do make a difference, each one of us. És felismerni, hogy mekkora erővel bírunk, és milyen nagy változtatásokra vagyunk képesek, mi magunk is. Okay, anybody else? Van-e még kérdés? Többször elhangzik, hogy a nap 24 órájában kell tisztítani.
tudom, hogy a belső gyermek tisztít, de elége az, hogy én azt mondom a belső gyermekemnek, illetve elfogadom, hogy ő tisztítson, mert egy bizonyos szintet el kell érni, hogy mondjuk az álmomba is tudja az én belső gyermekem, hogy mi a dolga. We've heard many times that we need to do the cleaning 24 hours a day. And I know that it's our inner child doing the cleaning. So how can I be sure? Do I just have to accept that the inner child is doing the cleaning? And how can I reach a level where I'll be doing the cleaning even in my sleep? Okay. Did you come to a training already? Jártam már szemináriumon? Okay. So you have some tools to do that, to help you to do that. Úgyhogy már vannak akkor eszközeid, hogy hogyan lehet ezt elvégezni? Okay. So the inner child, that is our subconscious mind, observes you. Ez a belső gyermekünk, ami ugye a tudatalatti elménk, az folyamatosan figyel bennünket. So you can be sure that if your inner child observes you, that you are doing, that you are committed, that you do the best you can, it's gonna do it for you when you don't do it. Akkor egészen biztos lehetsz benne, hogyha a belső gyermeket tudja, hogy te elkötelezted magad ez iránt, és minden tőle telhetőt megteszel, hogy e szerint élj, akkor amikor te nem tudod csinálni, vagy nem csinálod, akkor ő fogja. And when you doubt, you decide to trust, you know, and you trust that he's doing it, but you have to do it anyway. De és persze, hogyha kétségeid vannak e felől, akkor egyszerűen csak el kell döntened, hogy bízni fogsz abban, hogy ő csinálja, amikor te nem tudod, de persze ez nem azt jelenti, hogy neked nem kell csinálod, neked is kell. So I'll give you an example. De erre is mondok egy példát. So I know, I had a confirmation I was in Aramari many years ago. I had confirmation that I was in Aramari many years ago. Till today, I still do the cleaning consciously, and I use the tools that I give you in the training. Én magam már évekkel ezelőtt kaptam arról megerősítést, hogy folyamatosan, automatikusan tisztítok, de ettől függetlenül a mai napig használom az eszközöket, és én magam is csinálom a tisztítást. So I still have to be the example for my inner child, yes? Mert továbbra is példát kell mutatnom a belső gyermekemnek. So once somebody said, but Mabel, you are repeating often all day. Például valaki megkérdezte tőlem, hogy Mabel, akkor te tényleg folyamatosan egész nap azt ismételgeted, hogy köszönöm? So before I used to say, yeah, you have to repeat this all the time. És korábban azt is válaszoltam volna, hogy igen, ezt folyamatosan ismételgetni kell. But a couple of years when somebody asked me that question, I said, I realized something. De aztán néhány éve, amikor ismét csak valaki megkérdezte tőlem ezt a kérdést, akkor valamire ráébredtem. If I'm conscious, I am repeating something. Hogyha tudatos vagyok, akkor igen, akkor ismételgetek valamit. If I have a problem, I am repeating something. Hogyha problémám van, akkor igen, akkor yeah, ismételgetek. Problems wake us up. Hiszen a problémák folyamat mindig fölébresztenek bennünket. But I go to sleep the same as you. De nekem is kell aludni, csak úgy, mint nektek. Yeah. So hopefully, I'm in a nomadic, yes? Or I use the tools that helps me to do this 24 hours a day. De én is ilyenkor természetesen automata üzemmódba kapcsolok, és használom azokat az eszközöket, amikről ti is tudtok, és ilyenkor is tisztítok. Köszi, sziasztok, Péter vagyok. Szó volt, tulajdonképpen egy technikai kérdésem van. Szó volt arról, hogy napi 24 órában próbáljuk elengedni a dolgokat. Tehát, hogy valami nyomaszt, egy nagy probléma, vagy kicsi, az úgy engedjük el. Tehát, hol van az a határ, ahol nekem újra foglalkoznom kell majd ezzel? Vagy az egészet úgy, ahogy van, engedjem el és várjam a galambot, ami úgymond sült galamb belerepül a számba? I have a practical question. You've mentioned that we have to be doing this 24 hours a day and we have to keep letting go of problems. And my question is where the limit is. I mean, do I have to let go of the problem and then at some point pick it up again and deal with it? Or do I just let go of it and then I'm just waiting for a miracle to happen? So basically we let go so that whatever I do, that it could be taking action or not action,
speaking or not speaking comes from inspiration and not my memories. De tulajdonképpen, amikor elengedünk valamit, akkor azt a döntést hozzuk meg, hogy nem az emlékképek fogják meghatározni, hogy milyen lépést teszünk, tehát hogy lépünk-e, reagálunk-e, vagy nem reagálunk, hogy beszélünk, vagy csendben maradunk, hogy ezt a tudatalattink dönthesse el, és ne pedig az emlékképek irányítsanak bennünket. So for example, she gave an example. I did this, and the other person took the action. Erről and that's her. She didn't have to do anything. In theory, she didn't do anything. Erről Anikótól csodálatos példát hallhattunk, mégpedig, hogy tulajdonképpen gyakorlatban ő nem csinált semmit, és a másik fél tette meg az első valóban tevékeny lépést, és küldött neki egy üzenetet. So sometimes it's the other person that changes, it's the other person that speaks, it's not like you have to. But in this case, maybe the cleaning to her to step up, don't do anything. Not to react, not to maybe speak out, not to call, not to do nothing. She says, I'm gonna let go, you know? And this happened. Tehát ebben az esetben ő neki a tisztítás, az elengedés azt az inspirációt sugallta, hogy lépjen ki ebből a képletből, lépjen hátra, ne csináljon semmit, hanem hallgasson, és a másik fél tette aztán meg a lépést. But each case could be different. De minden eset természetesen más. I am an action person. It's not like I don't meditate, for example. For me, this is my meditation. Hopefully, I'm coming from inspiration moment by moment. Én magam egy nagyon tevékeny ember vagyok, nem is meditálok, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy ez az én meditációm, és remélem, hogy itt rajtam keresztül az inspiráció beszél. Okay, so the idea is that it will be different for everybody, or different situation, or different problems will be totally different. Tehát minden személy más, minden probléma más, és minden egyes helyzet más. So my intellect was telling me I had to go back to preparing taxes and fire people. Hát emlékeztek a példára, az intellektusom, az elmém azt mondta, hogy úristen, újra adóbevallásokat kell majd csinálnom, és ki kell rúgnom az alkalmazottaimat. And that would have been the logical thing to do. És ez lett volna a logikus döntés abban a helyzetben. And my employees would have understood it perfectly, because my situation changed. És az alkalmazottaim meg is értettek volna, hiszen gyökeresen megváltozott akkoriban a helyzet. But I chose to let go, and I let the universe to take care of it. De én úgy döntöttem, hogy mindent elengedek, és az univerzum kezébe adom a dolgokat. Értem. Köszönöm szépen. Tehát akkor itt arról van szó, hogyha jól értem, hogy tulajdonképpen az egóról vegyük le ezeket a helyzeteket, hogy előjöhessen a tudatalattink, amire viszont figyelnünk kell. So, if I'm not mistaken, what you're saying is that we have to strip this situation from the ego, and let our subconscious mind observe the things. No, the subconscious is the one that has all the memories. Megfigyelnünk kell, tehát a tudatalattink az, ami folyamatosan az emlékképeket játsza. So actually connect with another part of us that is connected to the whole universe and has all the solutions. Tehát egy olyan részünkkel kell újra kapcsolatba lépni, ami az univerzummal is kapcsolatban van, és ami tudja az összes megoldást. So, actually what I'm working is on my reaction to the problem. De tulajdonképpen megpróbálok arra fókuszálni, hogy hogyan reagálok a problémára. And usually if you take out the reaction, the opinions, the judgments. Azonban, hogyha már nem erre fókuszálok, nem reagálni próbálok, nem formálok véleményt, nem ítélkezem. You will be surprised with the outcomes. Akkor egészen másfajta eredményeket lehet elérni. Meglepődik mindenki, hogyha kipróbálja. It's also kind of accepting that things happen for a reason. That this one cannot understand. És ennek természetesen az is része, hogy elfogadjuk, hogy minden okkal történik, akár olyan okkal, amit az elménk nem tud megérteni. That things are a blessing in your life, even if they don't look like it. És hogy minden áldás az életünkben, még akkor is, hogyha elsőre nem úgy tűnik. Definitely opportunities to erase, to let go. De mindenképpen minden az életünkben lehetőség a törlésre és az elengedésre.
Én nagyon örülök, hogy itt lehetek, és itt vagyok, és találkozom még veled személyesen. Azt szeretném igazolni, és egy kicsit segíteni nektek, hogy Ibolya vagyok egyébként, bocsánat, hogy a gyakorlást, vagy hogy lehet kicsit automatikussá tenni a tisztítást. Nekem az segített, hogy én is a Jovitale könyvvel kerültem kapcsolatba Hoponoponóval egyáltalán, és elolvastam egyszer pár óra alatt, aztán elolvastam még egyszer, aztán harmadszor jegyzeteltem, és utána mindent próbáltam megkeresni, megtalálni, ami a Hoponoponóról szól. És nagyon örültem, hogy a 40 nap és 40 éjszakát megtaláltam. So my name is Ibolya, and I would just like to give some confirmation to those of you who are just starting out that it can actually become automatic and how that can be done. I first started out in my first encounter the Ho'oponopono from Joe Vitale's book, and I read the book, and then I read it again, and then I read it a third time and took notes, and I kept reading my notes and kept trying to memorize everything. And then I bought, but then I happened to find your name and Ho'oponopono, and I bought 40 days and 40 nights, and I kept listening to it, and I listened to it and did it every day, every morning. I started out my day doing it from the beginning to the end, and then to the end, from the end to the beginning. And I was also listening to Bhakti Bella's meditation, Ho'oponopono meditation. And that this is how it became automatic for me, and I'm really doing it now totally automatically. And I think the most important things are really love and trust. Trust that you can do it. And if you want to know more about this and my personal story, then of course I'll be happy to tell you some more about it. That's not. Thank you. We pay her, so she will collect at the end. Fizettük ezt a hirdetést, és ez a végén megkapja a díjat is. Még egy kérdésre van ide. Yes. Én Kata vagyok, és nagyon kezdő vagyok még ebben a témában. Első alkalom, hogy egy ilyenen részt vettem, meg nem is olvastam még könyvet. Úgyhogy akkor én jól értem, hogyha mondjuk van egy problémám, akkor csak ezeket a szavakat kell mondanom, de mikor? Tehát felkelek reggel, vagy amikor csak a problémára gondolok, de akkor nem generálom ezt a problémát, hogyha én arra a problémára gondolok, és az... Érted, hogy a kérdés nem arra. Well, my name is Kata, and I'm a total beginner. I haven't read the book, and this is the first time I've been to any event on this. And so, did I understand it correctly that all I have to do if I encounter a problem is keep saying, thank you and I love you, and would I be actually generating the problem or persisting the problem by thinking about it constantly? And when do I have to say these words, in the morning, or just when I think about the problem? Okay. So the idea is when you have a problem, instead of reacting, instead of thinking about it, you let go. You observe and let go. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor egy problémával szembesülsz, akkor ahelyett, hogy agyalnál a problémán, vagy azonnal reagálnál rá, ehelyett elengedsz, és megpróbálod csak figyelni a helyzetet. Because really it's not the problem, it's your perception of the problem that is based on beliefs, opinion, judgments. Hiszen nem a probléma maga a probléma, hanem az, ahogyan te vélekedsz arról a problémáról. Ez pedig mindig különböző gondolatokon, hiteken, ítéleteken alapszik. So when you choose to let go, you are actually taking responsibility. What is it in me that this person is telling me this? What is it in me that I'm attracting this problem? És amikor 100%-os felelősséget válasz és elengedsz, akkor felvállalod azért a felelősséget, ami benned behozotta ezt a problémát, vagy benned azt idézte elő, hogy mondjuk így beszéljenek veled. Again, knowing that there is a problem playing in you. It's your perception and everything, your beliefs, but it's not really what you are seeing or experiencing. És ezzel tudatosítod magadban
hogy igen, valamilyen program, valamilyen emlékkép, ez folyamatosan játszik benned, és emiatt érzékeled te ezt problémaként, de tulajdonképpen a helyzet nem az, ahogyan te látod. And when you do that, you have to know that there is a part of you that can solve it for you. És közben pedig tudnod kell, hogy van egy olyan rész azonban benned, ami meg tudja oldani ezt a helyzetet. So you can think about it like you've been doing. Úgyhogy akár agyalhatsz rajta, ahogy ezt eddig is tetted. You can worry about it like you've been doing. Aggódhatsz miatta, ahogy ezt eddig is tetted. Or you can just let go and see what happens. Vagy dönthetsz úgy, hogy elengeded és megnézed, hogy mi történik. And we have many ways of letting go. És nagyon sok módja van az elengedésnek. During the training we learn many tools of doing this. A szeminárium alatt nagyon sok módszert fogunk erre megismerni. Tools that helps us to do it 24 hours a day too. Olyan eszközöket, amik meg lehetővé teszik, hogy a nap 24 órájába könnyen végezhessük ezt. We also connect with our inner child, that is our subconscious mind, to train it to be able to do this 24 hours a day. És a tudatalattinkkal, vagy a belső gyermekünkkel is kapcsolatba lépünk, és megtanítjuk neki, hogy hogyan tudja ezt a nap 24 órájában csinálni. And the good news is, during the training you can sleep. És az a jó hír, hogy a szeminárium alatt akár aludni is lehet. Because your subconscious mind never sleeps. Mert a tudatalattitok úgysem alszik soha. So it's better actually if you sleep, so I can talk to your subconscious, not you. Úgyhogy még akár jobb is, hogyha alszotok, mert akkor a tudatalattitokhoz beszél, szólhatok közvetlenül, és elég hozzátok. So that's what we are gonna do tomorrow Saturday. Úgyhogy a holnapi nap programja ez lesz. And on Sunday I'm presenting a new training here in Hungary. Vasárnap pedig egy új képzés, egy új szemináriumra kerül majd sor. The easiest way to abundance, peace and happiness. A legkönnyebb út a bőség, a béke és a boldogság felé. It's a little bit more logical. Ez egy kicsit logikusabb. A little bit more intellectual. Intellektuálisabb. But it's kind of a way of letting go, concentrating on really letting go, bringing to the consciousness what is it really affecting us and what is it that we are willing to let go. Azonban ez is az elengedésről szól, és annak tudatosításáról magunkban, hogy mi az, amit el kell engednünk, és hogyan tudjuk megtenni. I know what it took me to be able to accept, yes, that I was 100% responsible. So I share with you exercises that it helped me to do more of the of what I know it works, that is letting go, you know, doing this whole one-on-one. Tudom, hogy kezdetekben nehéz elfogadni, hogy mindössze ennyire van szükség, úgyhogy én is meg fogok osztani olyan gyakorlatokat, történeteket, amelyek bemutatják nektek, hogy hogyan lehet elengedni, bemutatok olyan módszereket, amelyek valóban működnek az elengedés terén, hiszen tudom, hogy ez valóban mindennek a kulcsa. Children are very welcome. És természetesen gyerekeket is nagyon szívesen látjuk. So your excuse is, where do I leave my kids, you can bring them. És hogyha valakinek az a kifogása arra, hogy nem tud jönni, hogy hol hagyom a gyerekeket, hát hozzátok magatokkal a lesson for them and you. Ez nekik is áldás lesz, és nektek is. Because they get it really fast. Mert ők aztán nagyon gyorsan megtanulják mindezt. Whatever gets away from them, will get it right from you. They will remind you. És minden, ami belőlük törlődik, az belőletek is törlődni fog. Ők folyamatosan emlékeztetni fognak benneteket so, mindenre. Big applause for this lady, Klada Mora. És szeretnék egy nagy tapsot Mora Klárának is. I don't know how many of you really know her. Nem tudom, hogy hányan ismeritek őt személyesen. But she also let go of a lot to dedicate her life to this whole Bonobono because she saw the results too and she saw how profound this work is, so I'm grateful for all the work that she does in Hungary. De ő maga is nagyon sok mindent elengedett annak érdekében, hogy az életét a Ho'oponopono-nak szentelhesse, és nyilván természetesen azért tette mindezt, mert ő is látta, hogy ez mennyire működik ez a módszer, és rendkívül hálás vagyok érte mindazért, amit a Ho'oponopono érte. So like 40 day 49 she translated a lot of my resources, the books, she created a community here, very special in Hungary.
Úgyhogy a 40 nap és 40 éjszaka nevű programot, számos forrásmunkámat, könyveimet, mint ő fordította, létrehozott itt Magyarországon egy közösséget, úgyhogy el sem tudom mondani, hogy mi mindent tesz itt Magyarországon a Ho'oponoponoért. So you have different ways of connecting with this work. És hogy mindenki természetesen más módon és más szinten kapcsolódik a Ho'oponoponoi. Kire van piros szívcsillogó? Who has a red shiny heart? Azt hiszem, hogy itt megvan. Megvan. Akkor a tiéd ide jössz érte? You come here to get the books. I am sorry, please forgive me. I want to make amends. This is where the journey started. This is where it ends. Time to turn on the light switch. Start taking 100% responsibility. 'Cause I have noticed whenever there's a problem, I'm always there. Saying I love you or thank you will be enough. Forgiveness, transmutation will make you laugh. I'm sorry, please forgive me. I'm here to make amends. This is where the journey started, and this is where it ends.